2009 óta a leghosszabb recessziós periódusába került a magyar gazdaság, miután a harmadik egymást követő negyedévben is visszaesést regisztráltak a GDP-nél. Ez pedig most már megjelent a cégadatoknál is, ugyanis áprilisban 4-szer több vállalkozás ellen indult meg a felszámolási eljárás, mint tavaly ilyenkor. Mindez pedig arra utal, hogy a válság most ért el sok ágazatot, így például az építőipart és a kiskereskedelmet. Viszont a drasztikus szám mögött van egy elhúzódó hatás is, ugyanis 2020-ban a koronavírus járványra való tekintettel moratóriumot hirdettek a cégbírósági eljárásokra, valamint a tavaly ősszel kivezetett kata szerinti adózás miatt is sok vállalkozó döntött úgy, hogy bedobja a törülközőt. Viszont a maradék 10%-a most induló eljárásoknak előzmény nélküli, vagyis ezek a cégek most estek bele ebbe a procedúrába. Részletesebben erről a mai cikkünkben olvashattok.